Ezen a héten folytatódtak a szociális és az egészségügyi szférában, valamint az oktatási és nevelési intézményekben a koronavírus mintavételek, melynek múlt heti adatai alapján elmondható, akkor a szűrést az érintettek 70%-a igényelte. Ezen a héten kissé alacsonyabb volt a részvételi arány. Farkasév Erzsébet polgármester elmondta, az eredmények alapján további intézményekben kellett elrendelni részleges vagy teljes szünetet. Gondolok itt például a szerzetesi fönntartásban lévő Signum iskolára, ott nyilván kérték a kollégák a szűrővizsgálatokat, és most derült ki, hogy nagy arányú fertőzöttség van. Éppen ezért a tegnapi naptól egészen december 9-ig most egy hétre az iskola digitális oktatásra állt át teljes körűen. Emellett az Erdélyi Püspök utcai óvoda egyik csoportjában is rendkívüli szünetet rendeltek el két fő pozitív tesztje miatt. A beszélgetés során elhangzott, a koronavírusos emberek körülbelül 30%-a csak nagyon enyhe, vagy egyáltalán semmilyen tünetet nem produkál a betegsége alatt, viszont ettől függetlenül ugyanúgy megfertőzhetnek másokat. Éppen emiatt felértékelődik a tesztelés jelentősége. Dr. Ábrahám Judit felnőtt házi orvos a magazin műsorban hangsúlyozta, meglátása szerint a vírus elleni védekezésben nincs más megoldás, mint a vakcina. Hazánkba előreláthatólag december közepe felé érkezhettek meg az első adagok. Az operatív törzs tájékoztatása szerint hamarosan elindul a vakcinainfo.gov.hu weboldal, ahol mindenki előzetesen jelezheti majd az oltóanyag iránti igényét. A rendelőben több idős beteg megkeresett és segítséget kért, hogy legyek szíves, regisztráljam őket, hiszen ők nem tudnak, az internet világában nem jártasak. A saját édesapám is megkérte arra engem, hogy amint erre lehetőség van, regisztráljam őket. Természetesen meg fogom tenni. Ezúttal szeretném az idős internet közelében nem jártas, vagy abban nem jártas betegeket megkérni, hogy aki nem boldogul, az a házi orvosát nyugodtan kérje meg, hogy regisztrálja ezen az oldalon, és onnantól kezdve az ők is érkező le lesz adva. Ezáltal fel tudjuk mérni, hogy mekkora az oltásra az igény. Milyen korcsoportból, tehát kiket kell majd első körben gyorsan beoltani. A beszélgetést teljes egészében ma esti híradónk után 18 óra 16 perces kezdettel tekinthetik meg.